a rászorultaknak próbálunk segíteni, azoknak, akik a háború ártatlan áldozatai, és ezek szerintünk a gyerekek. Újabb nagyértékű adomány érkezett Kárpátaljára Magyarország ungvári főkonzulátusának közreműködésével. A szállítmányt Záhonyváros polgármestere és a határmenti magyar település lakossága gyűjtötte össze a Kárpátalján élő és a háborús övezetekből megyénkbe érkező rászoruló gyermekek megsegítésére. Az adományt Helmeci László polgármester úr ajánlotta fel, az ő gyűjtéséből hozzuk erre a kettő helyre. A Szolyvai gyermekotthonban történő adományt mi kiegészítettük a Hungary Helps által koordinált szárazteszta programmal, ami keretében 100 kg szárazteszta, illetve gyermekvitaminokat tudunk adni még a Szolyvai gyermekotthon részére. Külön öröm számomra, hogy a Szolyvai gyermekotthonban rövid időn belül már másodszor sikerült adományt eljuttatni, segítve ezzel is az itt lévő árva gyermekek, illetve a belső menekült gyermekeknek az ellátását. Munkácsra szintén Helmeci László polgármester úr által felajánlott higiéniai eszközöket, gyermektápszereket és egyéb olyan eszközöket viszünk, amit a Munkácsi Kórházban tudnak hasznosítani. Volodymyr Bérás, a Szolyvai Gyermekotthon ügyvezető igazgatója elmondta, a háború kitörését követően a harci övezetekből 32 árva gyermeket fogadtak be. У нас зараз 96 дітей взагалі, із них 32 дитини переселенці. Jelenleg 96 gyermek nevelkedik az otthonban, közülük 32-en belső menekültek. Az apróságok márciusban érkeztek hozzánk az ország keleti régióiból. Vannak köztük olyanok is, akik szüleikkel együtt találtak nálunk menedéket. A legkisebb 3 hónapos, a legidősebb 8 éves. A humanitárius adományoknak köszönhetően sikerült feljavítani a gyermekek étkeztetését. A felajánlásoknak köszönhetően a menekült gyerekek és szüleik sem szenvednek semmiben hiányt. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Bacskai József főkonzul úrnak és Papp Ferenc konzulnak a támogatásért. Dr. Bíró Erzsébet, a Megyei Gyermekkórház igazgatóhelyettese kiemelte, jelentős összegű támogatásról van szó, mely hatékonyan hozzájárul a beteg gyerekek gyógyulásához és biztosítja a folyamatos ellátást. A most ápolt gyermekek között napi szinten vannak olyan gyerekek, akik a Ukrajna belső területéről menekültek ide, egy biztonságos területre, és természetesen őket is ugyanúgy ellássuk, mint a kárpátaljai születési gyermekeket. Köszönjük a Záhony polgármesterének és a polgármesteri hivatalnak, úgy szintén azoknak a lakosoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a segély elkerüljön ide a Munkácsi megyei gyermekkórházba. Jelenleg mintegy 250 helyi és az ország belső területeiről áttelepült gyermeket kezelnek a Kárpátaljai megyei gyermekkórházban.